Egy országos kezdeményezéshez csatlakozva emlékezett Kodály Zoltánra a Vigadóban megrendezett karácsonyi koncertjével az Erkel Ferenc vegyeskar. A zsúfolásig telt épületben a kórus ízelítőt adott az év legfontosabb eseményeiből, felidézve egy-egy művet a korábbi sikeres fellépésekről. A programon Görgényi Ernő polgármester az adventi időszak egyik jeles eseményeként beszélt az Erkel kórus karácsonyi rendezvényéről. Nem csak hogy segít a lélek ünneplő öltöztetésében, a méltó várakozásban, de mindezt a legszebb módon a művészet a zene erejével teszi. A kórus tagjai így ajándékoznak meg bennünket évről évre, és az az ajándék sokkal méltóbb a karácsony szellemiségéhez, mint bármilyen drága, csillogó dolog. A 34 tagú kórus mögött kifejezetten aktív időszak áll, ugyanakkor szeretnék elérni, hogy megfelelő legyen az utánpótlás, vagyis várják az új embereket is a közösségbe. Én örömmel bátorítom azokat, akik gondoltak rá, hogy hú de jó lenne ehhez a kórushoz tartozni. Örömmel bátorítom őket, hogy van még ülőhely és van még éneklőhely. Januárba fogunk kezdeni az új évben, január 9-én. És hogyha valakinek ez a mondat kellett, amit én most elmondok, hát bátran jöjjön, nagy kihívásokban lesz része. A koncert közös énekléssel zárult, a kórus tagjai mézes kaláccsal is megajándékozták a közönséget.